Egy gyönyörű város, nagyszerű szervezés, és ez egy nagy találkozás. Ha körbenézünk, csillogó szemek, a gyerekek már próbálnak, egy tucat országból érkeztek ide. Nagyon szeretem Balaton, mert ugye most itt van ez a verseny, nagyon jó érzés, hogy végre itt lehetek. Ilyenkor az embernek megdobban a szíve, és nagyon drukkol a fiataloknak, és ilyenkor a legfontosabb az, hogy van jövője a balettművészetnek. Ez a Hungarian Ballet Grand Prix nemzetközi balettverseny, amelyre a többi közt Japánból, Kínából, Tájvánról és az Amerikai Egyesült Államokból is érkeztek versenyzők. A rendezvény első napján Európa kulturális fővárosában, Veszprémben vagyunk. Ez egy új rendezvény, egy pilot project, és sokféle erőforrást kívánt a megvalósítás. Én azt gondolom, hogy a stábnak köszönhetően egy fantasztikus arculatot tudtunk építeni, kidolgozni, tervezni, és én örülök annak, hogy ezek a gyerekek itt a hátam mögött a balettutánpótlás részét képezik. Megadtuk a nagy dobást, egy nagy felütést ehhez a projekthez, és reméljük, hogy hagyományteremtő célra a jövőre is megrendezhetjük. A Hungarian Ballet Grand Prix a Magyar Nemzeti Balettintézet és a Magyar Állami Operaház balettnövendékeiért alapítvány gondozásában, a Magyar Állami Operaház szakmai támogatásával, a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat keretein belül valósul meg. Megpróbáljuk azokat a tehetségeket támogatni, akikvel a tánccal szeretnének foglalkozni. Lehet, hogy nem a klasszikus balett lesz a fő irány, de hogy a táncot megszeretik, ebben mindenképpen fontos szerepünk van. Ez egy nagy lehetőség veszprémi balettosoknak, veszprémi növendékeknek, és ez egy új lendület, új levegő fog adni a kulturális életében Veszprémben. A verseny zsűriében a hazai és nemzetközi balettélet kiválóságai kaptak helyet. És azt hittem, hogy itt majd leülünk, nézzük egy kis balettet és majd lefontozzuk, de ez tényleg nem egy ilyen könnyű történet. Nagyon sok a versenyző, nagyon sokan vannak ugyanazon a szinten, nagyon nehéz különbséget tenni a növendékek között, de természetesen egyértelműen látszik, amikor valaki kiemelkedik a tömegből. Tehetségek rögtön kiderülnek, és ezt mindenki észreveszi, nem csak a zsűri, hanem a közönség. De hát végül is a közönség elé készülnek. A 7 és 18 év közötti versenyzők professzionális és amatőr kategóriában a klasszikus és a modern balett területén mérhetik össze tudásukat 5 korcsoportra bontva. Itt, ami a legfontosabb a technikai tudáson kívül, az, hogy valaki milyen személyiség. Abban a pillanatban, amikor bejön valaki a színpadra, rögtön azt látom, hogy úristen, valami tűz van benne, ez a legfontosabb. Nagyon próbáltam mentálisan is készülni erre a versenyre, illetve ilyenkor már technikailag valamennyire fel tudunk készülni, és igazából az a legnehezebb szerintem, hogy megmutassuk azt a színpadon, amit nehezen kidolgoztunk már. Egy nagyon-nagyon jó mezőnyt láthatunk. Én nagyon izgultam a növendékeimért. Várunk izgalmasan a következő nap, mert ott kicsik lesznek. A 4 napos esemény keretében neves balettmesterek meghívásával mesterkurzusok és workshopok is társulnak a versenyprogram mellé. Children very open, with open eyes, with open mind, and they try to learn. They want to take much more to educate. It's wonderful. A Hungarian Ballet Grand Prix-n a versenyzés és a különleges szakmai találkozások révén a növendékek betekintést nyernek a nemzetközi balettvilágába, és inspirációt, ösztönzést kapnak az előttük álló munkához.